Ajándékozzon egészséget szeretteinek! Utalványaink 5000, 10000 és 20000 forint értékben vásárolhatók meg a www.vivanatura.hu weboldalon. Figyelje akcióinkat! Az utalványok a Viva Natura márkaboltban és a www.vivanatura.hu weboldalon válthatók be. Nagyon nagy szeretettel köszönjük a kedves nézőket, VNTV-t, vagy Viva Natura televíziót látnak, láthattok. FAQ oldásorozatunk, ami arról szól, hogy felelősségvállalásunk mértéke, vagy felelősségvállalási koeficiens, aki jobban szereti ezt a műszavacskát. Géci Gábor úr a vendégem, nagyon örülök, hogy hegyek végre találkoznak. Követjük a munkásságodat, engedd meg a tegeződős üzemmódot, és nincs időnk nekünk arra, hogy itt most köröket fussunk egymás körül. Csapjunk bele a mai világunk 2015. december első napjait írjuk, és igazából itt fortyog, rotyog valami a fazékba. És egy előadásodat hallgattam pont két holló könyvesboltban, ahol egy új szövetségről kezdtél beszélni. Tehát jelenleg milyen szövetség van, és kikkel kellene új szövetséget kötni, hogy ez az egész dolog változzon, és mi ez az egész dolog, aminek változnia kell. Ez egy két komplex kérdés, de szeretném, hogy kifejtsd. Hát ez a két komplex kérdés, ez körülbelül 2 óra, úgyhogy korlátozzuk le időbe. Tehát ami a fortyogást illeti, tehát én is úgy érzem, mint sokan, és úgy láttam a felvételeidből, hogy te is, hogy ennek a világnak lassan vége lesz. Tehát mi vagyunk azok, akik majd becsukjuk az ajtót, leoltjuk a villanyt, és át kell lépni egy új világba. Én úgy látom, hogy a két világ közti váltást az jellemzi, hogy ha megnézed, a természetben együttműködő rendszerek vannak. De az együttműködés, ez nem önként választott, hanem egyszerűen nem egy tudatos, tehát kényszerből együtt kell, hogy dolgozzanak a különböző kis alkatrészek a természetben, minden élőlény, a gomba, a fa, a virág, mert különben elpusztulnak. Na most az ember jelenleg képtelen az együttműködésre, akár a természettel nézzük az együttműködését, akár egymással, akár az Istennel, tehát valamiért képtelenek vagyunk rá. És ez a valamiért, ez egyszerűen azért van, mert ezt meg kellett tapasztaljuk. Tehát én úgy látom, hogy ez a tapasztalás sorozat ér most véget, tehát ez azt jelenti, hogy jó, szabad akaratból eltávolodtunk ugye az atyai háztól, elértünk a disznók vájújához, megkóstoltuk a moslékot, nem jó, és akkor ugye most már vissza az atyai házba. Tehát én úgy érzem, hogy ezért változik ilyen elképesztő embertömeg, és ekkorát. Mert azért jó, lehet, hogy így tömeghatás szempontjából ilyen lassú a globális felmelegedés, de azért egy-egy ember olyanokat fordul a környezetembe, tehát olyanokat fordulnak az emberek. Tehát ez azt jelzi, hogy muszáj, és most már ez az együttműködés, ez most már önkéntes lesz. Szabad akaratból eldöntik az emberek, és nem azért, mert muszáj együttműködniük, hanem azért, mert megtapasztalták a másik végletet, és elég volt. Nagyon tetszett az a gondolat, hogy a természetben ilyen mellérendelő üzemmódban működik, tehát hogy mindegyik szimbiózisban jár egymással, különben fölborulna a rend, amit mi zseniálisan egyébként borogatunk állandóan, mert mi ezt a hierarchikus kooperációt próbáljuk, a piramis rendszert rákényszeríteni az emberre, ami viszont azt eredményezi, hogy állandóan a megszerzett hatalom csúcsán lévő erőnek folyamatosan rettegnie kell attól, hogy a piramis kicsúszik alóla, ezért viszont mindenben feloldozza magát, hogy bármit megtehet, és innentől ember embernek farkasa, innentől vagyunk a földanya gyilkosai. Tehát van egyfajta jellegi rendszer, ez a piramis rendszer. Hogy lehetne átmenni újból az együttműködő mellérendelő üzemmódba? Mert ha jól értem, akkor ez lenne az új szövetségnek az alapja. Igen, nagyon egyszerű a válasz. Hát szerinted ki építette ezt a piramist? Ki engedte meg? Tehát én azt mondom, hogy a birkák, elnézést, azok
igazából csak részesei, bégetői voltak, de minden az embertől való, tehát ő belőlük jött az az erő, aki megengedte neki, hogy ezt tegye vele, tehát de az ő közreműködésével. Nem, ő belőle jött az erő, ami épített, tehát én pont ezt érzem. Pár évvel ezelőtt olvastam egy nagyon jó cikket, az volt a címe, hogy a háttérhatalom mi vagyunk. Az, hogy a saját lustaságunk, saját gyávaságunk. Minden érte, az embertől tehát, való, ez volt a fölvágása ugyanerre. Tehát igen, igen. Tehát én úgy látom, hogy például azért nem, tehát ugye mindenki berzenkedik a kötelező oktatás ellen. És teljesen jogosan, mert valami iszonyú pusztítást csinál az agyakban meg a gyerekeinkben. De figyelj, akkor vegyék kezükbe az emberek. Csinálják ők az oktatást, de ők meg nem tudják, mert gyávák. Uh-huh. És lusták. És esetleg az a gyerek, az kiderülne, hogy ugye minden gyerek követi a szüleit. Tehát ez a fő a növekedése során, ez a fő célja, hogy olyan legyek, mint az apám, anyám. És kiderülne, hogy úristen, csak olyan ne legyen, mint én. Uh-huh. Érted? Tehát a lustaságunk, gyávaságunk ebből épült. Az, hogy toljuk el a felelősséget, hogy hát egy 8 óra munka után le akarom tenni a valagamat valahova, és nyugalom kéne, és kérem a sörömet, kérem a villanypásztort elém, mert különben nem tudok mit kezdeni magammal. Hát ebből épült, hát mi építettük áttérhatalmat. Eljutottunk odáig, hogy az első előadásod, amit láttam, arra a Szigetelv, tudod, amikor elkezdenek szaporodni megfelelő mennyiségű takarmányban, és aztán szarvasokról szólt az egész dolog, viszont tudati szinten nem jutottak el odáig, hogyha túlszaporodtak, mindent fölzabáltuk, akkor kipusztultok, igaz? Igen. Na most akkor hol van az a tudatszint, ahol az embert és az állatot szét tudnánk választani, mert amit elmondtál, hogy 8 órát ledolgozza, utána beül a sörével a villanypásztor elé, és gyakorlatilag ő ugyanolyan ostoba állat, mint aki nem veszi észre, hogy a szigetet már körbe zabálta, és nincs tovább fejlődési lehetőség. Hol van a lépcső? Ugye egyik oldalra azt mondod, hogy becsükjük az ajtót magunk után, ezt érthetem úgy is, hogy szevasz emberiség, és elmentünk, és majd egyszer egy pár millió év múlva újra jövünk, vagy van esetleg lehetőség arra, hogy fölébredjen ez az édesdrága a villanypásztor előtt, kiszálljon a kölcsönérvett fotel forradalmán a székéből, és valami más tegyen. Mennyi esélyt játsz erre, hogy ezt meg tudja lépni? Hát figyelj rám, ez a kiszállás az így nem megy, hogy kiszállok és pályédes. Tehát ugye a világegyetemek a legmélyebb összefüggés rendszere az a forrástörvény. Tehát, hogy a minden teremmény visszatér a forrásához, a teremtőjéhez. Tehát ezt a szemetet, amíg el nem takarítjuk innen, nem megyünk haza, az biztos. Tehát ez nekem nagyon tetszenek ezek a kék harisnyák, ez nekem az utolsó reinkarnáció típusú történet, de hát nem én fogom helyettük a szemetet összeszedni, meg nem te. Érted? Tehát nem, ilyen nincs, hogy tele rakom a világot a hibás teremményekkel, és nem bontom le. Tehát ilyet egy teremtő nem csinált. És miután azért vagyunk itt, hogy meg tudjunk teremteni, ez így elég gázos. Na most én inkább egy más, tényleg egy elméleti oldalról fognám meg ezeket a dolgokat. Vegyünk egy példát rá, Pasteur és Bécham. Tehát ezek kortársak voltak, Pasteur azt mondta, hogy mi szegény, szerencsétlen teremmények, semmiről nem tehetünk, és egyszer csak jön kívülről ilyen kis mikroszkópikus, nem is látod, de megölt téged, ugye? Gombák, baktériumok, vírusok, stb. Kórokozók. Ugye, és ezek a kórokozók, ezek megtámadnak téged, szegény, szerencsétlen, ártatlan, de majd jön a szakember, és az megvéd. És akkor ezt tág is ki ezt a kört, hogy szegény, szerencsétlen földlakók gyanútlanul játszanak a játszótéren, és egyszer csak jönnek, megtámadják a marslakók őket kívülről, de majd Brooks Felix, az amerikai hős megment minket, érted? Tehát ez a én nem tehetek semmiről, ez olyan mélyen beleívódott az emberiségbe, hogy az egy tragédia, és emiatt alszunk. És ennek volt a párja, ez az Antoine Bécham, ez kortársa volt Pasteurnek. Pasteur egy fizika tanár volt. Bécham az egy professzor volt, ráadásul egy klinikát vezetett, tehát egy gyakorló orvos volt. És ezzel a kórokozó történettel szembe, amit azóta se bizonyított be senki, ez a döbbenetes. A mai napig ez alapján ölnek meg embereket az orvosok, egy nem bizonyított dolog alapján. Pasteur bevallotta a halottaságyán egyébként, hogy minden állítása. Igen, hogy a táptalaj, hát igen, igen. Hogy a táptalaj minden kórokozó semmi, de Bécham egy nagyon érdekes dolgot állított,
Tehát ő viszont azt állította, hogy minden élőlény kis élet magokból, kis életcsírákból áll, és ezek az életcsírák egész addig szolgálják őt, amíg ő az életet szolgálja. Uh-huh. És abban a pillanatban, hogy kicsúszik az életszolgálatából, tehát mondjuk vegyünk egy példát, mondjuk nincs boldogság az életébe, mert valamit elrontott, és akkor zabálja két pofára a cukrot, meg az édességeket. Megjelenik a kandida, ugye a kandida az egy kis elváltozott életmag, ami átváltozik egy gombává, de ugye egy átváltozott baktériumát, tehát ezt kidolgoztam és az egész elméletét, és próbálja helyreállítani az egészségét, a szervezet egészségét, a teljességét és a teljességgel megbomlott kapcsolatot. És ha visszaáll, eltűnik a kandida. Ha visszaáll, eltűnik a kórokozó. Ha erre áll, akkor ugye százszor szebben, ezerszer fényesebben, mint a népmességben. Tehát, hogy ezt lefordítsuk Marinének, tehát egyértelmű, hogyha az ember visszatud az élet szolgálatára állni, ugye alapvetően teljesen kifordultunk a földanya törvényeit, a természet törvényeit megtagadva, egy teljesen agyament ősbaromságot élünk. Oktatásra egy mondattal visszatérve, semmi más nem tanítanak ott a gyerekeknek, mint a tekintélyelvet. Hogyha én föl tudok nézni a tanáromra, a politikusomra, a papomra, a jóisten tudja mi, és azt mondja, hogy Pisti, akkor menjél ki, és öld meg azt a másik akárkit, akkor én az ő tekintélyének a elvébe elmegyek, és megteszem, nem gondolkodom, de most ez általános dolog, amiről beszélek, ez B-verzió, hogy van az a pénz, amiért feloldozom magam, mert ez a másik tanítás, hogy mindent a pénzre vezetünk vissza. De most ez mind a kettő a természettől teljes egészében elszakadt törvény, ami alapján élünk. Ezt Mária Terézia sokkal ügyesebben megfogalmazta, mint te. Ő vezette be a ráció edukáción, a kötelező oktatásnak a törvényét. És ő úgy fogalmazta meg, hogy a kötelező oktatásra azért van szükségünk, hogy a birodalomnak hű alattvalókat képezzünk. Szó szerint így van. Na, szerinted mi változott az elmúlt? Hogy tud ezekből a hű alattvalókból forradalmát csinálni, aki képes visszamenni a természet törvényeihez, aki fölfogja, hogy a forrás nem más, mint visszamegyünk a szingularitásba, és eltűnik ez az egész, amit mi itt civilizációs életnek gondolunk, mert a szolgák milliárdjai vannak ezen a földön. És igenis, van egy kis maroknyi csoport, aki ugyanúgy az emberekből jött, viszont megtanulta, hogy lehet manipulálni ezt a őrült tömeget, és most meg kicsit ideges ő is, mert nincs jövőképe, mi meg főleg, mert hogy nincs jövőképünk. És akkor mi a megoldás? Következő gondom, szerinted ki csinálta a szolgákat? Magukból csinálták a szolgák magukat. Erről van szó, hát amerikai típusú önéletrajzal önként jelentkeznek rabszolgának. Hát nem lehet, tehát figyelj, vagy fölébred valaki a Matrixba, ugye, és akkor próbál változtatni dolgokon. Ki tartja fönn a Matrixot? Hát mit tartjuk fönn? Erről van szó, hát ezt mondom, hogy ezért nem győzött egyik forradalom sem. Mondta ezt a forradalom szót, nem jó. Minden forradalom definíciószerűen bukik, és pontosan azért bukik, mert most nézd meg, mi tartjuk fönn a Matrixot, és magunk ellen magunkat kéne legyőzni. És nem kívülről legyőzni, hogy majd győz a forradalom, és akkor mindenkit kinyírnak, hanem magunk a lustaságunkat letenni, az életellenes viselkedésünket. Mindenben, minden életellenes. Nézd meg ezt a stúdiót. Nézd meg a ahogy idejöttünk. A ruházatunkat, ahogy idejöttünk, az autót, a stb. Nem tudsz ma úgy élni. Tehát, hogyha Mátrixban erre mondja Jézus, hogy nem lehet egyszerre két urat szolgálni. Tényleg nem lehet. Vagy az életet szolgáld, vagy a halált. És ha erre rájönnek az emberek, hogy ezt az egészet a saját félelmeink és lustaságunk tartja fönn, semmi egyéb. Hát ez figyelj, amikor 100 emberből 101 apeses, vagy mi ez most, navos, érted? Meg biztonsági őr, meg rendőr, meg ez, hát ezt nem lehet, már mindenki másikat figyeli meg. Érted? És azt hiszik, hogy ettől tökéletesebb lesz a rendszer, tehát hoznak újabb törvényeket látszik, a törvényekre. Látszik, hogy mennyivel tökéletesebb. És látszik, hogy ettől omlik össze az egész. Gyönyörűen kerülgetjük itt a kását, tehát annyi esélyünk van itt arra, hogy a saját mátrixunkot felérüljük, mert ugye nagyon kevés gondolkodó ember van, és ezért nagyon kevesen gyakorolják, mert nehéz a gondolkodás, ezt a Henry Ford mondja egyébként sok esetben. Aki a T-modellt és a sorozatgyártást megcsinálta, így van. Erről ennyit. Tehát ő is ugye egy ilyen felsőbb szintű rabszolga volt, aki rabszolgaképzésbe óriásikat. De ha Orwellt veszed alapul, akkor oldalról oldalra igazolódnak a könyvlapjai, és az emberek egyszerűen mi, és akkor mindig ne az emberekről, hanem magunkról beszélünk.
tehát nem utogassunk kifele. Te a saját életedben hogy tudod ezt megoldani? Mert csak ide el kell jönnöd hozzám, tehát Szamárhától nem tudsz eljönni hozzám a mai világban, mert soká jönnél ide, meg kinevetnének. Tehát, hogy mi itt jókat beszélgetünk, ugye én is fönntartom ezt a stúdiót, egy vállalkozást csinálok, amiből ezt a stúdiót életben tartom, de valamilyen módon szeretnék a Matrixból kitörni, de a Matrix fenntartója vagyok, mert pénzt használok, amikor befizetem a villanyszámlát, amikor fizetek a társaságnak, hogy közvetítse a filmjeimet, és azt várom el tőled, hogy te viszont bontsd le a Matrixodat, aki ugyanabba, te ez egy csuka fogta róka, vagy a saját farkába harapó kígyó, minden a megoldás. Ez már mindenkinek rossz. Tehát ez annyira látványosan már az idézőjelben haszonélvezői is, is úgy, ahogy félnek, szarul érzik magukat, nincs már értelme. Uh-huh. Akkor megyünk a levesbe? Nem megyünk a levesbe, én egy megoldást látok, tehát az élet az minden együttműködő partnert megtart. Uh-huh. Tehát minden, ami használható, azt megtart. Tehát például pont fordítva működik ez az, mert nem azért épül le a csípőizületünk, mert elkopik. Tehát ez egy baromság. Nem tud, egy élő dolog nem tud elkopni. Ellenben, ha valamit nem használsz, az lebomlik. Uh-huh. Na most ugyanez van az emberiséggel is. Tehát az emberiségnek igenis meg lenne a célja a teremtésben, és csodálatos célja van. Tehát ha megnézed ezeket, mondjuk egy régi ártéri gazdálkodást, hogy micsoda gazdagság volt ott halba, vadba, mindenbe, pusztán azzal, hogy pár árkot időnként odébb irányították a vizeket, időnként odaraktak egy harácsot, és mindent ingyen adott a természet. Uh-huh. Elfelejtkeztünk, érted, és mondod a gondolkodókat. A gondolkodásnak az alapszava a gond. Tehát nagyon fontos a magyar nyelv, és nézd meg, a gyerek, az képzelődik. Képzelődik. Igen, mert nincs képet, képtelen vagy. Uh-huh. Tehát rendkívül fontos, hogy egy új kép kell az embereknek. Nézd meg, ha nincs képünk, ha nincs jövőképünk, akkor csak az amerikai álmot tudjuk teremteni, mert az ott van, az elénk van rakva, minden csatornán ez megy, érted? Uh-huh. És te elkezded teremteni a Jockey Wingot, meg azt a kultúrát, vagy nem tudom minek nevezzem, mert azért kultúrának egy kicsit durva nevezni, érted? Tehát azt a képet teremted, az ember egy teremtőgép. És ami a fejében van, az képes megteremteni. Ami nincs a fejében, az nem képes. Na most, ha megnézed, egy olyan embert mondjál ma Magyarországról, legyen ez politikus, legyen ez művész, legyen ez bárki, akinek van egy jövőképe. Nincs jövőképünk, és kép nélkül képtelenek vagyunk. Tehát az új szövetség ez arról szól, hogy alkossuk meg együtt a képet. Nem majd jön a jó király, ezt megmondja. Nem, nincs, nem lesz jó király. Semmilyen király. Tehát ne várjunk az angyalokra, Nimrodra, Jézusra, hogy eljön majd, és ugye, mert mindig ez a duma van, hogy figyelj, már itt vannak a hold igen, mögött, ott igen, van a nagy UFO flotta, majd igen. Ő megoldja megint helyetted, ugye? Szerinted miről szól ez az egész? Megint a felelősség eltolása, hogy te csak büfisz tovább, nyugodtan aludjál, majd mi megoldjuk. Ugyanaz, mint amit minden kormány csinál. Viszont akkor a vásznat kéne megszerezni, nem? Tehát ugye állandóan a mesékből, tehát át tudom én programozni ezt, hogy dobd el az autódat, élj a természetbe, hagyd itt a városlakás, stb. De ehhez ha nem ébred föl, mert mitől ébredne föl, hogyha benne van a gyönyörű nyálas, meleg cukorízű Matrixába, amerikai álomba, ugye tökéletesen látjuk, hogy ott a festményt minden nap oda teszik neki. Nézd meg a médiában, már tényleg 92 csatornán keresztül tudod minden nap lehúzni magad energetikai. Nem, mert már 15 éve nem nézik. Nagyon helyes egyébként, én is csak ritkán mindig mondják, hogy hallottad, mi történt? Hát nem hallottam, mert honnan hallottam volna. Hogy valamilyen módon a paravánt kéne újra festeni. Mert hogyha ugye azt mondod, hogy mindenki magán keresztül tudja megoldani a dolgokat. Teszek érte, gondolom te is teszel érte. Hogy tudom elérni drága Jóska Pista, Mari néni, Józsi bácsi a képernyőjét átvarják? Mekkora pofon kell neki még ahhoz? Most egyébként ezek a jó kis terrorista robbantásokkal a biztonság érzetét, az teljeségészen elvesztette teljesen, azt látom, hogy remek keze lába, mert aki amidáig kapaszkodott, amidáig lájkolt, szavazott, na ezek a dolgok nem működnek az életében. Hova kapaszkodjon ő? Megint várja a messiást, várja Nimródot, a Isten tudja ki, aki majd megmenti őt és kivezeti őt. De ki vezeti őt? Valahol ez egy kulcskérdés. Tehát ez az egész káosz, ami körülöttünk van, és ebben egyre jobban megyünk bele. Uh-huh. Ez nem egy véletlen dolog, ez
ennek így kell lennie. Uh-huh. Tehát ahhoz, hogy egy új rend, tehát van egyfajta rend, egy kristályforma, ahhoz, uh-huh. hogy az lebomoljon, ahhoz el kell olvadjon, van egy kaotikus uh-huh. állapot, minden összedől, ez és abból fog majd... Ez a sejtosztódás alapja is, tehát mindennek ez az alapja, uh-huh. hogy két rendezett állapot közt egy kaotikus állapotnak kell lenni, egy ilyen átvezető szakasznak. Most ezt körülbelül úgy képzeld, hogy itt van ez az asztal, egy luk. Abban a lukban van egy labda. Az a labda az életben nem fog onnan kijönni, hogyha nem kezdem el marhára rázni ezt az asztalt. Tehát ez a káosz. Tehát a rendnek a szétrázkódása. Viszont ahhoz, hogy valami más állapotban legyen, ahhoz kell még egy luk. És ezt a lukat kell megcsinálni. Tehát, hogy más állapotban majd beleeshessen. Tehát az tehát jelen pillanatban az történik, hogy régi kép a szemünk láttára omlik miszlikre, darabjaira, szilánkjaira, amit a történelmről gondoltunk, amit az emberről, a jövőről, az emberiségről gondoltunk, amit Istenről gondoltunk. Ezek miszlikbe estek, és ez nagyon jó, hál' Istennek, de nincs meg az új kép. És azért nincs meg az új kép, mert most nem majd jön a jó király, vagy jön a flotta hold túloldáról, hanem ezt nekünk kell. Érted? Tehát vége a büfizés korának. Vége annak, hogy majd jön egy vezér és büfiztet minket. Vagy fölébrednek az emberek, vagy mennek a lecsóba. Ugye ez úgy van, hogy akkor egy civilizáció bukik, akkor már ott van a következő, aki helyére valami újat tesz. Na most látjuk, hogy ma a trónkövetelők is ugyanarra a rendszerre vannak felépítve, mint amit el akarnak törölni, tehát az a lyuk, az ugyanaz a lyuk, csak más színű. Most nem kék lesz, hanem sárga lesz, vagy piros lesz, tök mindegy mi, de mi mindig ugyanarra a lyukra játszanak, ezt nagyon jól látod egyébként. És hogy ez a másik lyuk, ami valószínűleg a forráshoz való visszatérés, a földanya természet törvényeihez való visszatérés lenne, na ez az a lyuk, ami még nem látszódik. Na most itt a nagy kérdés, hogy ehhez vissza kell térni a szingularitásba is földönnyel. Hát ez 100 000 év alatt azért eltünteti ezt a szemetet, amit mi itt hagytunk a tengerekbe meg a földön, és akkor újból kezdi egy kis ősemlősen, amiből vagy dinoszaurusz lesz, vagy egy ilyen fantasztikus homo sapiens. És ezt mindig újra és újra játsz. De ez egy jó kérdés, szerinted hányadik játéka ez az emberiségnek, vagy csak szeretnénk azt hinni, hogy ez már az ötödik nekifutás, és lesz hatodik esélyünk is. Hogy is volt a galaktikus, vagy a galaktikus utika, nem utik az galaktikus topposoknak, ugye, hogy mi a világegyetem értelme, 42. Szóval nem lehet tudni, és szerintem nem is biztos, hogy ez az érdekes, hogy hanyadik ilyen meccs. Az az érdekes, hogy lehet túlélni. Mármint, hogy úgy túlélni, hogy tehát a népmeséknek ez a fordulata, ugye, hogy összekaszabolják. Velünk most ez történik. Az ellenfél összekaszabol, és akkor jön a kicsi kígyó a forrasztűfűvel, és 100-szor szebben, 1000-szer fényesebben. Tehát erre lehetősége van az emberiségnek. Most egy pár fontos tételt ez. Az ember minden találmánya valahol a teremtés mintájának a jobb-rosszabb másolása. A rádió is ilyen, de a rádiónak is két dolog kell ahhoz, hogy jól működjön. Kell egy antenna, és kell egy földelés. Ma az antennája nagyon sok embernek nyílik, de földelése nulla. Na most, ha nincs földelésed, akkor nincs negatív visszacsatolás. Tehát akkor bármit beethetnek a hol túloldán levő flottától, a mit tudom én még, a világforradalomig, meg a nem tudom még, érted? Tehát egy jó, nem véletlenül mondják azt, hogy józan paraszt élsz. Éber tudatosság, hogyha szépen akarjuk mondani. Igen, éber tudatosság, de én a józan paraszt élszben azért bízok jobban, mert azt tapasztalatokon alapul. Tehát itt a tapasztalás nagyon fontos. Végy tűzben megpróbált aranyat. És a mai világ ezzel sok ezospiri hagymázas lázállommal, ez érted? Tehát régen egy út volt, az is rejtve volt. Most meg elérnöknek 100 000-et, hogy nehogy véletlenül megteldet. Én úgy mondanám egyébként ezospirivel, tehát hogy amikor fölfel akarsz nyitni, akkor nem, azok nem rossz utak. Csak úgy, hogy fölszállsz, de soha nem tudsz leszállni sehova, mert nincsen leszálló pályád, meg nincsen talaj a lábod alatt, akkor egy idő múlva ezek a drága félszárnyú madarak, mint ikaruszok lehullanak a földre. Tehát egy városlakó honnan tudja a megtapasztalását megszerezni, ugye, mert kiszakították a földanya a környezetéből, és gyakorlatilag maga a tapasztalási lehetőség az, amit kiadott a kezéből, mert a tekintélye alapján elhiszi, amit a tanára mond, amit a politikusra mond, stb. És innentől fogva ő gyönyörűen hímezgeti a saját mátrixát, mert már beleszületik ebbe a világba, és azt hiszik, hogy az az értékrend, amit ő lát, hogy az a világ.
Tehát, hogy mi már az ősi hagyományainkhoz nem látunk vissza, amiből mi el tudnánk újból indulni, és erre mondja Hamvas Béla bácsi, hogy ez az alapállás kell újból fölvenni. És ez nem más, amit te mondasz, mint az, hogy visszatérne a földanyához, és a természet értékei földelés nélkül valóban nincsen. Hiába csatornázok az égből, ha nincsen föld, akkor meg se tudok szólalni. Tehát, Itt az a nagy baj, tehát én nagyon sok ilyen embert láttam elszállni a környezetemből. Egyszerűen ténylegesen nyílnak maguktól is csatornák, te is nyithatsz mindenféle beavatásokkal. Ezzel az a baj, hogy nem tudod kontrollálni. Nem tudod kontrollálni, honnan jön ez. Igen. És az, hogy te ezt hogy fogod el. Igen, hogy mennyire pontosan hallod, stb. Na most én erre a városi létre egy választ tudok, megint csak, tehát a népmeséink azok az a mi valódi ószövetségünk az Istennel. A mi Bibliánk. A mi Bibliánk, így van. De ez tényleg így van. Több százezer felgyűjtött népmesénk van, elképesztő tudással. Na most van egy olyan típusú mese, amikor ugye főhős, a királyfi választ magának lovat, és ugye a két idősebb választ az aranyszűrűt, az ezüstszűrűt. Meg a döglöttet, amit hamuval meg a félig döglött, igen, tehát már kidobták a szemét dombra a tátos csikót, hát ez a, amikor az ember paripát választ, akkor nemzeti létet választ. Tehát a mi nemzeti létünket tényleg leírták, tehát az nem törli belénk a lábát, aki nem akarja, mert egyébként, ha van rajtunk sapka, azért büntetnek, hát ezt nem kell itt senkinek elmondani. Na de a poén az egészben, hogy amikor egymásra ismernek a táltos és a gazdája, akkor történik ott egy nagyon érdekes párbeszéd, ránéz a csikó, és azt mondja, hogy édes gazdám, vigyél ki a városból. Vigyél ki a városból. Meg hamut is kért tőle. Parazsat a végén, de várja, ez döbbenet, hát hogy kerül egy mesébe egy ilyen mondat, ami sok száz vagy sok ezer évvel ezelőtt keletkezett, és már akkor látszott, hogy a város, a vírus, az ezt csinálja az emberiséggel. Tehát ha ténylegesen tapasztalni akarsz, figyelj, ha nem kéne a föld, ha nem lenne szükségünk földelésre, akkor megszületettél volna egy vasdobozba valahol a világegyetemben, nem? Vagy egy lombikba. Vagy egy lombikba. Figyelj, azért kell, mert itt tapasztaltod a többi szellemtestvéreddel a kapcsolatot, és tapasztaltod ezt a köztes állapotot az ég és föld között. Tehát, hogy a teremtői oldal, ugye, és a teremtmények oldala, az atya és a anyag, az anya. És ha hiányzik az anya, hát megkapod a mai világot. Hát nézd meg a vallásunkat. Olyan vagy, amilyen az Istenet. Hát, ha nincs anya egy vallásban, aki befogadja a teremtést, aki testet ad neki, aki megvédi a hülyeségeitől. Tehát az apa elvű teremtés eleve. Na, Gábor, itt folytatjuk, kedves nézőink, megtudhattátok, hogy a 77 magyar népmese, ez a magyar védák története, ez a mi ősbibliánk, ahonnan minden forrásunk, az új lyukat meg tudjuk teremteni belőle, hogyha csak így lögdösted a kurzort, és a lyukat nem érted, akkor nézd meg még egyszer ezt a filmet. Folytatjuk, Gábor, hamarosan, köszönöm, hogy itt vagy. Kedves nézőink, VNTV-t láttok, FIQ adássorozatunkat, korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portálján találjátok. Viszontlátásra, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Ajándékozzon egészséget szeretteinek! Utalványaink 5000, 10000 és 20000 forint értékben vásárolhatók meg a www.vivanatura.hu weboldalon. Figyelje akcióinkat! Az utalványok a Viva Natura márkaboltban és a www.vivanatura.hu weboldalon válthatók be.